Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok, tartsanak velünk ma is, mutatom, mit kínálunk. A város közbiztonsága és egészségügyi helyzete is téma volt az önkormányzati ülésen. Kitüntették az év Bonyhádi rendőrét. Völtség néptánc együttes Bonyhád. Óvodai piknik anyák napja alkalmával. Megtartott a soron következő ülését Bonyhád város képviselőtestülete, melyben a főbb témák a közbiztonság és az egészségügy városi helyzete voltak. Emellett döntés született a Táncsis Mihály utca menetirányának megfordításáról, ezért május 2-ától kell fokozottan figyelniük az arra járóknak. Gyors és szakszerű ütemben zajlott Bonyhád képviselőtestületének ülése. Filóné Ferenc Ibolya polgármester röviden reagált a felszólalásokra, parázsvita egyik napirendi pont kapcsán sem alakult ki. Több beszámoló volt napirenden, köztük a Bonyhádi Városi Kórház és Rendelőintézet elmúlt éves tevékenységéről szóló beszámoló, bár nem hozzánk tartozik, már az intézmény hosszú évek óta, 2012. május 1-től állami fenntartású, mégis fontosnak tartottuk, hogy hiszen itt van a városban, itt működik, hogy tájékoztasson minket főigazgató főorvos úr, hogy mi újság van a kórház házatáján. Erről hangzott el egy beszámoló, és ezt fogadta el a tisztelt képviselőtestület, valamint a városi rendőrkapitányságnak az elmúlt éves tevékenységéről szóló beszámolót, amelyen ülésen szintén megtisztelt minket a megyei főkapitány helyettes úr, a kapitányság vezető úrral együtt. A polgármester asszony hozzátette, hogy nagyon jó az együttműködés a rendőrséggel. Ennek oka szerinte az, hogy mindkét szervezetnek egy a célja, hogy a városban élő emberek biztonságérzete minél nagyobb legyen. Ezt segíti hathatós intézkedésekkel a rendőrség, valamint a polgárőrség. Kiemelten fontosnak tartom megemlíteni ennél a napirendi pontnál a polgárőröknek a tevékenységét, hiszen a mi polgárőr egyesületünk éppen az elmúlt évben ünnepelhette volna, csak sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy 30 éve alakították meg őket. Idén már ugye a 31. éve létező civil szervezetről beszélünk, ahol önkéntesen a saját szabadidejük terhére vállalnak szolgálatot a polgárőreink, és akik nagyon nagy mértékben segítik a rendőrkapitányság munkáját. Az a órában, nem tudom pontosan, de napban megfogalmazott 80 napnyi szolgálati idő, amit ők az elmúlt évben végeztek, annak több mint az egyharmadát a rendőrökkel közösen végezték. Szintén annak az érdekében, hogy a bonyhádi lakosságnak a biztonsága még magasabb legyen, vigyáznak ránk, és ez nagyon jó érzés. A vártnál gyorsabban fejeződött be a Táncsics Mihály utca felújítása, új útburkolaton közlekedhetnek az arra járók. Mint azt a testületi ülésen megtudtuk, május 2-a hétfő reggel 8 órától pedig megfordul az utca menetiránya az egyirányú szakaszon. Ezentúl keleti irányból lesz tilos behajtani, a Gyár utca és a tűzoltóság közötti ingatlanokat is a Rákóczi utca felől lehet majd megközelíteni. Felülvizsgáltuk az utcának a forgalmi rendjét, egy elég nagy forgalom terhelődött erre az utcára, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy az egyirányú forgalmat megfordítja, azaz a Gyár utca felől lesz az utcában kirakva a behajtani tilos tábla, tehát a Gyár utca felől nem lehet az utcába behajtani, hanem a Rákóczi utca felől válik egyirányúvá a Táncsics utca, de azzal, hogy a Rákóczi utca és a tűzoltóság között változatlanul marad a kétirányú forgalom. Megmarad a 30 km/h sebességkorlátozás, valamint a megállni és várakozni tilos táblákat is a forgalom irányának megfelelően helyezik majd át. Tábla fogja figyelmeztetni a Bonyhádon közlekedőket a forgalom rendjének megváltozására, de ezúton is kérik az autósokat, hogy ne rutinból vezessenek. Magyarországon belül Tolna megye, a megyén belül pedig Bonyhád az egyik legbiztonságosabb város bűnügyi szempontból, hangzott el azon az állománygyűlésen, melyet a rendőrség napja alkalmával szerveztek. Ezen a rendezvényen adják át minden esztendőben az év bonyhádi rendőr elismerést, melyet ebben az esztendőben Bati József vehetett át. Egészséget! Az előírás szerint köszöntötték egymást a Bonyhádi rendőrkapitányság állományának tagjai. A kormány határozata alapján 1992 óta Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon a rendőrség napját. És ez az az alkalom, amikor átveheti elismerését, akit parancsnokai éves munkája alapján kiemelkedőnek ítélnek meg. A Bonyhádi rendőrkapitányság egésze a mutatói alapján megérdemelni ezt a kitüntetést, hiszen elmondható, hogy ebben a városban az egyik legnagyobb a biztonság. Ez a nap alkalmat ad arra évről évre, hogy az elmúlt évet áttekintsük,
illetve értékelni is tudjuk, és megállapítsuk itt Bonyhádon, illetve ebben a járásban, hogy Tolna megye a bűnöldözés szempontjából a legjobb mutatókkal, szinte a legjobb mutatókkal rendelkezik az országunkban, a mi hazánkban, és azok között is az első helyen, vagy legalábbis dobogós helyen van a Bonyhádi rendőrkapitányság. Néhány évvel ezelőtt, ami most már jó 10-15 éve volt, kérdésessé vált a rendőrkapitányságnak a sorsa, hiszen ezt a területet egy kicsit akarták fokozni, és bennünket ettől meg akartak fosztani. Akkor többen felemeltük ez ellen a szavunkat, mert azt mondtuk, hogy ezek az jó eredmények csak úgy őrizhetőek meg, hogyha a rendőrkapitányság megmarad, és tovább tudjuk folytatni közösen azt a munkát, ami az elmúlt évtizedeket is jellemezte. Bidó Attila városi kapitány azt mondja, olyan körülmények között teljesített kiemelkedően az állomány, melyre sokáig úgy fognak emlékezni, hogy az elváltnál is nagyobb terhet rót a rendőrökre. A 2021-es év méltán nyerte el a nehezebb évek kitulosát, hiszen rendkívül komoly plusz feladatokkal szembesültünk. A mélységi migrációs ellenőrzések kapcsán, a határvédelmi szolgálat, a határvédelem külszolgálati frontján vettünk részt, és ugyanakkor természetesen az alapfeladatunkat, a Bonyhád járás közbiztonságának fenntartását is végre kellett hajtsuk. Évek óta, hála Istennek, sokat dolgozunk a kérdésen. Tolna megye egy nagyon biztonságos megyének mondható, és azon belül azt gondolom, hogy Bonyhád szintén elmondhatja magáról ezt. A siker egy közös munka eredménye, mondta Filóné Ferenci Baja polgármester, aki azt is kiemelte, rendkívül fontos a város vezetése számára, hogy jó legyen az együttműködés a rendőrséggel. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan várost vezethetek, amelyben a közbiztonság az évről évre egyre jobb helyzetben van, és nyilván azért nem lehet eltekinteni attól, hogy a szubjektív biztonságérzet az milyen, az a legfontosabb az emberek életében, mert ha egy eset is adódik, ami valakinek problémát okoz, akkor már nem olyan a megítélés. Mégis büszkék lehetünk arra, hogy Tolna megyén belül Bonyhádi járás és maga Bonyhád város önkormányzat, illetve maga a város is olyan helyzetben van, ahol az emberek nyugalomban és biztonságban élhetnek. Én azt is fontosnak tartom, hogy a hosszú évek óta a Bonyhádi rendőrkapitányság és az önkormányzat együttműködése az kiváló. Látszik ez abban is, hogy van egy olyan kitüntetés, amit az önkormányzat alapított, és az év rendőre díjat mindig így Szentgyörgy nap alkalmával kerül átadásra. Látszik ez abban is, hogy megmutatkozik abban is, amikor városi tulajdonban lévő ingatlanokat szerződés alapján a rendőrség kötelékében dolgozóknak biztosítunk, fiataloknak, hogy itt tudjanak maradni a kapitányságon, és így tudják ellátni a feladatukat, itt tudjanak családot alapítani, és ez az együttműködés is már hosszú évekre tekint vissza, és megmutatkozik abban is, amikor például megyei rendőrnap Bonyhádon kerül megrendezésre, vagy sok olyan más esemény, ahol kölcsönösen együtt tudunk dolgozni. Közös a célunk, ezért nem nehéz összefogni, hogy egy élhető kisvárosban éljünk. A már említett díjat ebben az esztendőben egy tapasztalt szakember vette át, Bati József, aki 1990 óta teljesít szolgálatot. Egy megtiszteltető cím ez, és végül is már második esetben sikerült megszerezni, amikor nagy dolog őrsem voltam, akkor év kistérsége rendőre lettem, és azért is örültem neki, hogy akkor itt Bonyhádon is sikerült ezt a díjat megkapjam. Azt mondta, eredetileg katonai pályára készült, de az élet úgy hozta, rendőr lett belőle, és ma már nem bánja, hogy így alakult. Az évek alatt sokszor fordult elő, hogy fiatalabb kollégái kérték a segítségét szakmai kérdésekben, és ő szívesen segíti a fejlődésüket. A díjátadón az is elhangzott, Bati József 2009. szeptember 1-je óta tölti be jelenlegi feladatát, és a szakterületen eltöltött közel 15 éves munkájával példaként állhat az állomány egész előtt. A II. Világháború alatti zsidóüldözés Bonyhádon több mint 1200 ember deportálását eredményezte. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmával tartott programon Szabó Tibor alpolgármester azt mondta, ez a trauma máig jelen van a város életében, és sohasem fogja kiheverni. Az eseményen 9 darab botlatókövet helyeztek azok elé a házak elé, amelyek Hajdan a zsidó származású emberek lakhelyei voltak.
Az akkori Bonyhád lakosságának majd 15%-a 1222 polgára számára volt végzetes, a II. Világháború zsidó üldöztetése. A Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezésére az elhurcoltak emlékére helyeznek el szerte az országban úgynevezett botlatókövet, ahol egykori lakóházuk előtt jelzik Hajdan volt tulajdonosuk és ezzel együtt népük tragédiáját. A megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt többek között, bár lehetett látni a történelmi folyamatok hova vezetnek majd, de az emberek mégis bíztak a javulásban, még az utolsó percekben is. Olyan emberekre emlékezünk, akik jó 200-250 éven keresztül építették, formálták ezt a várost, akiknek a munkája még mai napig benne van ebben a városban, ennek a városnak a látképében, és nekünk kötelességünk rájuk is mindig emlékezni, és köszönetet mondani annak, hogy ilyen városban élhetünk, és a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyrészt az emléküket ne felejtsük el, másrészt pedig, ahogy ők építették ezt a várost, úgy építsük mi is tovább. Az, hogy mi vezetett el a holokauszthoz, arról sokan sokat írtak már, de azok az emberek nem hagyták el itt a szülőföldüket, nem hagyták el a városokat, mert mindig reménykedtek abban, hogy a folyamatok visszafordíthatók, és az életük, a sorsuk jobbá tehető, jobbra fordulhat. Ha mi is hasonló példákat saját életünkből keresünk, akkor nekünk is azért egy csomó mindenne, főleg most, hogy háború dúl mellettünk, elgondolkozhatnánk mi is azon, hogy akkor mi is most meneküljünk el, mert a folyamatok nem jó. De nyilván kitartunk, meg abban bízunk, hogy béke lesz, és ennél sokkal jobb világ jön. Szabó Tibor Bonyhád polgármestere azt mondta, a város soha nem heverte ki azt a veszteséget, amelyet polgárai elvesztésével elszenvedett. Szerintem soha nem pótolható az, ami megszűnt, ami tönkrement, mert ezek az emberek nincsenek többé. Persze gondolhatjuk azt, hogy igen, lehet pótolni, gondolhatjuk azt, hogy majd mi újra teremtjük, és persze így is kell gondolkodni, hogy meg kell próbálni mégiscsak újat építeni. De azt hiszem, hogy a hiányuk az soha nem fog megszűnni. Ahányan itt voltunk, mind ezt tapasztaltuk, hogy ez egy figyelemfelkeltő lépés. Talán a botlatókövek, amit itt láthatunk mellettünk, talán ezek fognak valamit jelezni, de én egy picit ennél borulátóbb vagyok. Én egy picit azt látom, hogy a társadalom az egy kicsit fásult ebben az ügyben. De meg kell próbálni, természetesen föl kell hívni a figyelmet mindenképpen. A kövek és az ünneplők a helyi élet menetét jelképezik, mondta Kisner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke. Unter Demig, kölni illetőségű szobrászművész gondolta úgy, hogy a holokauszt áldozatainak nincs temet, nincs sírjuk, nincs egy hely, ahol a hozzátartozók, a túlélők emlékezhetnek rá, hogy lehetetik a hagyományosan a kavisokat a sírjukra, tehát vissza kell adni ezt a lehetőséget. Másrészt pontosan azért, mert ők névtelen áldozatok lettek, utaljon azokra a helyekre, ezek az emberek éltek közöttünk, városokban, falvakban, és ezért találtak ki ezt az úgynevezett botlató követ, amely tulajdonképpen, ahogy ő fogalmazott, az illető áldozat utolsó szabadon választott lakóhelyére terül. Több tízezer embert tesz tanúbizonyságot az antiszemitizmus, a kirekesztés, mert a holokauszt áldozatok emlékére. És az a néhány tucat vagy száz ember, aki most itt Bonyhádon végigjárja azt a öt helyszínt, ahol a követ, ők is tulajdonképpen a helyi életmenetét jelképezik, és másut is ezt tapasztaljuk, hogy a közösségnek valami fölnyitja a szemét, hogyha csak egy vagy néhány követ
rakunk le, és ez nagyon fontos üzenet a jövőnek, azt gondolom. A neológ zsinagógában, majd a házak előtt elmondott beszédükben a felszólalók az emlékezés fontosságát hangsúlyozták. A Völgység Néptánc Egyesület 1996 óta része Bonyhád életének. Aktív szereplői nem csak a városi rendezvényeknek, hanem a környező települések falunapjainak is. A kizárólag gyermekekből álló tánccsoport igen sokszínű repertoárral rendelkezik, a sárközi és bukovinai táncokon túl moldvai, nyárádmenti, kalotaszegi táncokat is előadnak. Az együttes 2015 óta saját felnőttekből álló népdalkörrel is rendelkezik, akik mind a próbákon, mind a fellépéseken rendszeresen szerepelnek. A Völgység Néptánc Egyesület szokásos heti próbáját tartja a Bonyhádi Zeneiskola egyik termében. A csoportban a gyerekek 6 éves koruktól tanulnak táncolni. Az egyesületes Steiner Józsefné alapította még 1996-ban, aki a mai napig elhivatottan oktatja a gyerekeket a magyar néptánc kultúra sokszínűségére. Alapvetően sárközi és bukovinai táncokat adnak elő, de az elmúlt évtizedek alatt bővült a repertoár somogyi, moldvai, nyáradmenti, kalotaszegi és szatmári néptáncokkal is, de az egyesület vezető nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a népi gyermekjátékokkal, szokásokkal is megismertesse a fiatalokat. Ezek a gyerekek, akik most itt vannak ezen a táncpróbán, ők 6 éves korukban kezdték el a táncot, a legidősebb táncosunk most itt közöttük 16 éves, tehát 8-10 éve táncolnak, és hát úgy iparkodunk, és úgy szorgalmaskodunk, hogy a repertoárunk minden évben bővüljön. Persze azért van, ami elmarad, de külön szeretném azért elmondani azt, hogy a repertoárunkban nem csak a táncok, tehát ma a különböző táncok jelennek meg, hanem nekem én nagyon szem előtt tartom azt, hogy a népszokások színpadi feldolgozása is megjelenjen a műsorainkon, vagy akár a mindennapi életünkben. Például van egy Luca napi köszöntőnk, ami színpadon is megállja a helyét, de megcsináljuk ezt a lucanapi köszöntőt az iskolákban is, meg a helyi óvodákban is. Vagy például egy karácsonyi pásztorjátékunk, amit színpadon is elő tudunk adni, de hogyha a városi rendezvény szabadtéri adventi műsort szervez, például akkor most 21 decemberében ott adtuk elő a karácsonyi pásztorjátékot, és akkor sorolhatnám tovább, mert követi a Szent Balázs nap, ott egy nagyszerű Szabadi Mihály Balázsok című koreográfiát, azt minden évben tanítjuk, aztán húsvét hétfői ünnepkört a zöldágjárástól a húsvét hétfői locsolkodásig. Ezek meg vannak komponálva is, hogy úgy mondjam, koreográfiában is, meg ezt a tehát azon a napon valóságosan, például most is húsvét hétfőn a gyerekeknek egy ilyen házi kis bemutatót szerveztünk, a szülőknek egy kis locsolkodást. A Néptánc Egyesület rendszeresen fellép városi rendezvényeken is, illetve a környező településeken megrendezett falunapokon is előszeretettel szerepelnek. Gyakran mennek Izménybe, Győrére, Aparhantra, hogy az ottani közönséget alkalomról alkalomra szórakoztassák táncukkal. Az együttest kizárólag gyerekek alkotják, nincs felnőtt tagja a csoportnak. Addig vannak itt a gyerekek, amíg Bonyhádon tanulók. A középiskola már egy kicsit viszi a gyerekeket, de aztán középiskola után már nem tudjuk őket együtt tartani, mert elmennek Bonyhádról tovább tanulni. De akik nagyon-nagyon elhivatottak, hogy úgy mondjam, néptáncosként, nagyon jó kapcsolatban állunk a Paksi Tehetségművészeti Iskolával, és a Iker Józsefné, a Györgyével nagyon-nagyon jó kolléganők voltunk, sőt, valamikor még a tanítványom volt. Oda szeretettel várja a Györgyi azokat a gyerekeket, akik a hétköznapjaikat már nem Bonyhádon töltik, meg már nincs idejük hétköznapokként táncpróbájára járni. Ennek a művészeti iskolának van egy tehetség műhelye, ahol folytathatják.
Steiner Józsefné azt is elmondta, hogy a Covid időszak nem tett jót az utánpótlásnak, hiszen amíg a megszorítások tartottak, addig az óvodákban is szünetelt a néptánc oktatás, ahonnan azelőtt szép számmal jöttek gyerekek az egyesületbe. A toborzás az úgy történik, hogy aki ismer minket, és szeretné a család, hogy a gyermeke ebben a nevelésben részesüljön, az megkeres minket. Egyéb toborzás, hát a Facebookon megjelenik természetesen, a zeneiskola hirdetményében megjelenik, hogy be lehet iratkozni a zeneiskola néptánc tagozatára, de ez egész komoly problémát okozott az elmúlt két évben. Most 35 táncosunk van, és 3 korcsoportban tanulják a táncot. Egy 6-8 éves korosztály, 8 11, és ők, akik 11-től 16-ig. Jöjjön oda, komám asszony, s ígyunk egyet! Jaj, mint fáj a gyomrom, meghalok, ha nem iszom, komám asszony! A néptánc együttesnek 2015 óta van egy felnőttekből álló népdalköre is, akik a próbákon és a fellépéseken is aktívan részt vesznek. A próbák zömén élő zenei kísérletet gyakorolhatják a fiatalok a táncokat, de ha épp a zenekar nem ér rá, akkor Oswald János az, aki technikai segítséget nyújt a csoportnak immár 17 éve. Éppen most bővült ki férfi tagokkal a népdalkörünk, és az első ilyen vegyes kar bemutatkozás március 15-i ünnepi műsoron történt. Arra meg külön büszke vagyok, hogy néhány táncos fiú is énekelt a népdalkörrel. A népdalkörnek a vezetője pedig Fekete Sebestyén Ibolya. Azokon a műsorokon, ahol csak mi szerepelünk, vagy legalább egy órás műsort adunk, azokra a műsorokra természetesen zenekari kíséretet biztosítunk. A többi műsorra pedig hát a Jöjjörek Hangfal zenekar szolgáltatja a zenét. A fellépéseket megelőzően zenekari próbákat tartunk minden koreográfiában. Hát az egy nagyon komoly munka, a zenekart és a tánckart összehangolni. Az együttes legközelebbi fellépése Szászváron lesz egy bukovinai találkozó keretein belül, majd Izményben egy gyermektánccsoport bemutató alkalmával lépnek színpadra. Júniustól pedig falunapokon és fesztiválokon mutathatják be tánctudásukat az egyesület fiataljai. Hosszú évek hagyományát követve anyák napja alkalmával a Szélkakasos óvoda pikniket tartotta Percel Kúria kertjében. Bár ezúttal az időjárás nem tette lehetővé a hagyományos, pokrócon üldögélős együttlétet, a kicsik műsora és az együttlét öröme így is elérte a várt hatást. És mi más hatna meg jobban egy édesanyát, mint amikor saját csöpsége egy óvodai műsor keretében küld neki puszit a színpadról. A Szélkakasos óvodában már 20 esztendeje szervezik meg az anyák napi pikniket. Így volt ez akkor is, amikor még az ikonikus épület romos állapotban volt, és csak a füvön, plédeken ülve nézhették a köszöntő műsort. Most, hogy megszépült az épület és a park, természetes volt, hogy bár a lepedőket az időjárás miatt még nem lehetett leteríteni, akkor is tovább éltetik a szokást. Bonyhádon olyan sok érték van, olyan sok szép épület és olyan sok szép dolog, amit a gyerekeknek látni kell. Sokszor járunk a múzeumba, a könyvtárba, a városházára, és azt gondoltuk, hogy ezt a Percel Kúriát is látniuk kell. Eljöttünk, megnéztük, kiválasztottuk közösen a helyszínt, és úgy döntöttünk, bár pikniket szerettünk volna, a lepedős pikniket, de most az időjárás miatt ez nem jött össze, úgy döntöttünk a gyerekekkel közösen, hogy itt szeretnénk az anyukákat köszönteni. Bonyhád legszebb épülete, a természet közelsége és az igazi hazaszeretet érzése miatt is. Szúrja a szellőt, üzenik az ágak lombok
hogy a 3 év, ami kimaradt az édesanyák köszöntéséből, tavaly is csak videóüzeneten keresztül tudtunk anyáknapi műsort küldeni. Úgy gondoljuk, hogy a szülőknek, a lelkének szüksége van arra, hogy a gyerekeikkel együtt legyenek. Nagyszülők, keresztanyák, még édesapák is eljöttek ma, mert azt gondolom, hogy ez nem csak a gyerekeknek, hanem a szülők lelkének is egy pluszt jelent, és a kapcsolatukat erősíti mindenképpen. Az egész készülődés, az az egész izgalom, ami a gyerekek lelkébe volt, ez a titkolózás, hogy otthon nem árultak el semmit, és az a rákészülés lelkiekben a gyerekek részéről is úgy gondolom, hogy eléri a hatását. És amikor itt körülnéztünk, és láttuk, hogy az anyukák szemébe könny perdült ki, azt gondoljuk, hogy ez mindent megér. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!